heti netes. Ismét egy hú de hatékony változat van rá. 59. Pörögni kell, mert most elég sok hírt adtunk, és megint sajnos nem a tiéteket, úgyhogy azzal még mindig adósok vanunk, de annyi jót találtunk megint, úgyhogy kezdjük! A Star Citizenről már egyszer volt egy, még réges-réges-réges-régen mutattam valamit, ugye ez Chris Roberts-nek, aki a Wing Commander sorozatnak volt a atya, aki imád az ilyen mindenféle űrutazás, űrhajózás, űrharc, na, és pont ez az, amit most itt brutál. Látsz, ez megint real, tehát ez most a game. Élőben van. Aha. Egy új 40 perces ilyen live bemutatóról kaptunk videót, azt nézzétek meg, itt most egész keveset fogunk megmutatni nektek, mert úgyse tudjuk megmutatni ennyi időben, nézzétek meg, 40 percnek, én minden percet megnéztem egyszer. Annyira részletes, hogy mennyire tudsz belemenni. Megint egy új bolygót mutattak meg, egy új bolygónak a felszíni épületeinek a szerkesztő modulját, hogy az épületek kívülről milyen gyorsan és milyen egyszerűen összehozhatók, majd annak az épületeknek, amiket ugye kívülről azt gondolnád, hogy ezek csak épületek, annak a komplett belső szervezése is ott van, amiben nyilván le tudsz szállni, menni tudsz, mindenféléket tudsz, tehát hogy ez egy olyan eszméletlen összetett valamivé kezd alakulni. És eszméletlen szép is. Tehát itt tudod mi az, ami... Engine-en is rettenetlen. Na, nézd meg, tessék, akkor jó, akkor mégiscsak akadjunk meg, és akkor hogy lesz ebből persze természetesen gyors műsor. Tessék. Jesszus, atyám. Mintha Blade Runner 3-at néznék. Szóval egy kicsit tudod mi az, ami eszembe jutott, hogy egy kicsit talán a Chris Roberts most olyan, mint az Elon Musk a Teslának, hogy senki nem hisz már el neki semmit, de valahogy mégis valahogy mindig megcsinálja. Mindig megcsinálja. Ennek én már az első bemutatóján is nagyon letettem a hajamat, amikor több játékos módban egy óriás világot bejárt, úgyhogy leszállt az űrhajó, kiszállt, valaki bement az épületbe, ő elment. Igen. Bejárt a félvilágot, majd visszajött, és ott állt az ember az ablakba. Tekintsünk a képernyőre. Világűr, galaxis, nem is tudom minek, az egyik bolygójának, az egyik városának, az egyik épülete mellett mentünk el, és minden eszméletlen részletességig meg van csinálva. Tehát amiket kinézett, hogy na most ott azt az óriás poszter mögött mi van abban a szobában. Nem tudom, hogy oda be lehet-e majd menni, ez még azért nem teljesen egyértelmű, de nézd meg, ugyanezzel az űrhajóval most elmegy, és fölmegy a bolygó fölötti űrállomásra, és arra fele megy. Most fönn vagyunk, a bolygó, ott lát, direkt azért megy, ott van. Aha. Lent. Ott van lent. Annak a bolygón fölött lévő űrállomás, de a városnak a térképe meg mindene látszik szinte innen. Így seamless, ahogy mész bele, nagyítódik. Ez hihetetlen bajot megoldani. Szóval ez. Aha. A Minesweeper kinézet, ő is igen. Ezt mondja, hogy olyan, mint a Minesweeper lenne, de ezzel különböző industriális zónákat, lakóövezeteket, szintbeli különbségeket mindig így tudsz megcsinálni, és utána ezt így azt mondta generáld le, és ott van generálva. És utána azt már is körberüppülhető módszerrel meg tudja nézni. Itt fönn a jó felső sarokban pedig éppen egy másik szálon, egy űrhajó éppen hiperugrással megy valahova nagyon-nagyon-nagyon sokáig, aminek majd jelentősége lesz egyébként a demóban viszani. Úristen, elcsesztünk el 10 percet, nézzétek jó, meg de a videót, jó. Ez zseniális. Ez tényleg nagyon jó. Menj a következőre. Csapassuk, mi jön? Evolution Dance. Én na, ezt nézd meg az eredetit. Ez egész biztos, hogy láttad. Szerintem azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokáig ez volt a YouTube-nak a legnézettebb videója. Így van, így valami van. 300-400 millió, de van nagyon hosszú ideig, nagyon ő 300 milliónál tart. Hát most már azért letaszították őket. Zseniális egyébként, érdemes megnézni. Az is csupa poén, nagyon jól meg van csinálva. Azért betettem az eredetét is, úgyhogy természetesen ott van a leírásban, nézzetek meg. De nem ezt akartam most megmutatni, hanem azt, hogy megjelent egy másik csapat, aki ugyanezt már... reprodukálta? Igen, mert ő nem ugyanezt, ő nagyon régitől eljutott, nem tudom, a 80-as, 90-es évekig. Ők pedig inkább az utóbbi 40 évet, 60 évet, 10-es évvel mentek végig. Az már 100 év komám, a 20-as évek. Jézus Isten, Mária, tényleg. Igen. És ők is lazák, viccesek, jópofák, egy nagyon jó kis videóban, most már mindjárt 2 millióan megnézték. Érdemes végignézni, mert tényleg jópofák a srácok. Egy kicsit beletekerek, hogy lásd, hogy milyen stílusok lesznek még itt. Van és egy pár ilyen csapat, akik nagyon jól csűrik. Bocsánat, tehát... azt akartam még hozzátenni, hogy azért tetszett, mert ez jobban koncentrált arra az időszakra, nézd meg ezeket a hülyéket. Aha. 90-es évek, tehát hogy az benne van a 80-as, 90-es, 2000-es évek, ami a mi fiatalságunk egy kicsit, és az úgy ezeket a hülyeségeket... És már igazából röhögünk az egészen, röhögünk, de akkor ez kiváló volt. Komolyan nyomtuk. Komolyan gondolt. Limál az óriás hajával, meg egy Jézus Isten, és ez hót komoly volt. Igen. Szóval érdemes megnézni, mert ez is kicsit lazá vicces. És lazák, jól nyomják. Igen, és úgy szeretnék tudni ilyen táncokat lépni, de annyira merev szutyogni vagyok. Ez nem az én világom.
A következő videó az egy robot versus... Kezdem magam kicsit biodíszletnek érezni. Hát ennyit tudok hozzá, hogy ezek lazák, jó. Tessék most itt robot. A Yamaha-nak a... Hát nem tudom, ez mennyire... Yamaha mennyire a motobotról van szó. Építettek egy robotot, az ott egy robot, aki... Aha. Tehát nem arról van szó, hogy van egy robothajtású gép, motor, hanem van egy normál motor, amire felültettek egy robotot, és azt csűrik. Ugyanazt csinálja, mint amit csinálni kell egyébként. Zakozott is keményen. Nyilván valószínűleg hozzáalakítottak azért a dolgokhoz, hogy talán a sebességváltást, gázhúzást, nem tudom, hogy ugyanúgy csinálja, szerintem nem. Tehát nem egy volt rajta egy ilyen forgató valami, akár az is lehet. Célra megépített robot, de hát végül is erről van szó. A lényeg az, hogy ugyanarra motorra felültették a Rossit is, meg őt is, és menjenek szépen hasonló időket a pályán. És nyilván a videóból arra gondolsz, hogy nem majd akkor biztos, hogy ez robot megverte a Rossit. Nem így van, tehát a Rossi még egy jó, nézd meg, 85 másodperc alatt ment körülbelül, meg 117, igen. De körbe talált. Baszki, körbe talált, a kanyarokban dönt, fékez, gázt ad, nem esik el vele. És itt azért vannak olyan kis felvételek, ahol a 220-at, 230-at mutatja, igen, az óra, szóval azért... Ez egyrészt egy szokásos technológilag úristen, leteszem a hajamat, másrészt úristen. Picit ijesztő is, igen. Ezzel fogunk majd, ez megint csak a belátható 5-10 év, 1-2 év alatt akkorát fejlődtek ezek a technológiák, hogy... Igen. És ez már a félelmetes, tehát hogy... Az egy dolog, hogy majd a robotok elveszik a munkánkat, megint, de majd akkor az a motorversenyzés, hogy robotok fognak motoron versenyezni, és a Rossiknak meg már nem lesz semmilyen dolguk. Van ugye a... Formula E-nek egy ilyen kinövése, ahol próbálkoztak ilyen botokat körbe küldeni, na, azt már tényleg nem értem. Tehát, hogy annak mi a lényege. Is. Na, itt viszont, tehát ez az, amit szerintem egy robot nem fog tudni csinálni, vagy ha igen, akkor... Letesszük a hajunkat. Nem, hanem, hogy inkább azt akartam mondani, hogy tőle nem akkora nagy szám, mert előbb-utóbb a számítási kapacitás, meg minden, az ezt meg fogja tudni oldani, hogy tetszik látni, az első kereke folyamatosan, az első kereke, nem a hátsó, igen, keresztbe szlájdol, be is sokat. Mark Marquez elzakózik, hát oldalra leesik. Elzakózna. Oda néz, az első kerék végig húzza a csíkot, tehát a hátsóval pörgött ki, nem egyszerűen az első kerék sokat be. Húzza, megy, és... Tulajdonképpen kanyarodik úgy, hogy el van esve. Igen, tehát a térdén kanyarodik tulajdonképpen. Ott látszik, mert ez a másik lába fenn van a levegőben, tehát ezért ez már nem egy természetes balerina mozdulat. Hoppá. És visszahozza. Hátra néz, mehet, húzza is. Azta. Szóval azért ez... Igen, ez az egyik mondandó, a másik meg az, hogy ez meg a kamerádat. Igen. Mert azért... Hát, igen. Ez is az elmúlt 5 évnek a hozománya, hogy ennyire mindenütt így rázolva, ilyen tempóval, ilyen lassítással. Igen, és hogy mindent elkapnak. Tehát ez kell egy sorozat valószínűleg ebből a kamerából. Igen. Nem egy van abban a kanyarban, hanem igen sok. Na, a horpadás javítás, ez az, amit már... A múlt szerdai, vagy a múlt szerdai, és akkor itt vagy a jövő héten lesz, nem tudjuk, még lesz egy műsor, amikor a Weltautóhoz elmentünk, és egy kicsit ilyen használt autókról, meg ilyen stiklikről beszélgettünk, azt itt a kártya, ha már megvolt. Tetszik látni azt a törést ott? Kellemetlen helyen. Élben van, tehát be van törve. Látszik, hogy ugyan a horpadás az olyan, hogy a festék maga nem sérült. Ez egy ilyen megnyomott, valamilyen tompatárgyas valami történet, szóval vagy ez nem benyomódott valamihez hozzá, rácsukta valamire, vagy valami. Hát ahhoz ez kicsit az erős, tudod, milyen erős ott a hajlatban az anyag? Igen. És, de a lényeg, hogy a fényezés nem sérült, és puty. Hát figyelj, kicsit beletekerek. Maga a módszert is érdemes, nagyon sok videót találtam ilyet. Ezt azért választottam ki, mert ebben a törés miatt annyira látszik, hogy ez szinte lehetetlen feladat. Nézd meg már, mennyivel előrébb vagyunk. Szinte igen, már azt mondod, hogy így, már így tudnám elviselni ezt az autót. Egy szóval a lényege, hogy a lemez hátuljához hozzá kell tudni férni. És csak azt akartam kérdezni, alkalmas, hogy ti, akik szintén világot látott emberkék vagytok, láttatok ilyen technológiát Magyarországon? Csinál valaki ilyet? Hiszen ez fényezés és glettelés meg kalapálás nélkül. Van egyébként ilyen cég, Car Wellness-es cég. De azok azt csinálták régen, hogy ráhegeztettek kis pici pontokat, és azt nem feltétlenül a fényezést. Tudnak ilyet csinálni, csak ennyire kiterjedt dolgot nem. Tehát, hogy amikor be van nyomva, azt meg tudják csinálni ilyen vákumos cuccokkal. Aha. Itt inkább, ami tényleg érdekes, hogy az éle meg tud újra születni annak. Tetszik a lemeznek. Ott most.
És ez annyit csinál, hogy melegíti onnan föntről, van egy csomó ilyen speckó, tapadó, korongos valami, amikor visszafeszeget bizonyos dolgokat, nyilván a mesternek a keze mindent érez, és utána igen, rengeteg apró pici kis kalapáccsal, van aki kis műanyag hengerrel, kocok. Én azt gondolom egyébként, hogy itt ez megint az 5001 forintos kalapácsütő, és hogy az 5000, hogy tudja, hogy hova. Tehát itt azért nagyon-nagyon sokat kell rajta. Hogy az Istenbe? Ez nem egy másik autó? Ez nem piros volt? Nem tudom. Nagyon szépen elképesztő, gyerekek. Elképesztő, hogy ezt hogy lehetett így visszahozni. Nem, jó, ez jó nagyon móka. Ez jó móka. Le a kalappal, és annyira szeretném, hogyha itthon is lenne ilyen technológia. Tök jó lenne, hogyha itthon igen, is lenne. Igen, azért tényleg ez egy speciális eset, hogy muszáj hozzáférni a lemez hátuljához. Ilyen... De majdnem minden. Én nagyon sokat néztem, igen, de hogy egy küszöbb, ajtó mögötti falhetsz, hogyha nem férsz hozzá, akkor de azért a legtöbb esetben, ahol a napi használat során sérül meg, neki mész valaminek. Igazából azt nem tudom, hogy hol vannak azok a helyzetek, amikor nem sérül a fényezés, nem karcolódik meg, nem ütődik le. Szerintem leginkább tényleg akkor, hogyha valami tompa, tehát nem a beton oszlopra gondoljál, mert az óvatatlan, hogy tönkreteszi, de ilyesmire. Na, amit ezt most találtam neked, ez a, hát ilyen amerikai, ez nem tudom éppen melyik sorozat, mert ilyen őrült autóverseny sorozat, tehát így... Igen, a ová pálya, de koszos. Meg roncsderbi is, meg azt hiszem ráadásul ez a keresztbe, tehát itt keresztezik egymást. Jaj, ezt imádom, ez nagyon jó. Ilyen csak Amerikában juthat az embereknek az eszébe. Eszméletlen hogy... hülyeséget sem. Na mindegy, lényeg az, itt volt az elején, ahogy indultak a verseny során, itt volt valami kis pici incidens. Tehát kvázi ez egy 8-as pálya mondjuk el, ami középen nem szinteltolása van megoldva, hanem metzi egymást, és aki bátor, az na, a nyerő. Itt csupa hülyék vannak, tehát itt oda megy, látszik, hogy itt most éppen egy akramkedés kicsit van. A fekete kocsi egy kicsit haragszik a narancsárgás kocsira, és megy a mi van típusú, itt, és látszik, hogy szép lassan épül fel a full elborulás a izéből. Gondolom, minden most a másik csávos erest azért ott integet meg ordibálhat. Hopp, itt valami csúnyát beszólhatott neki, ledarálja, mint az állat. És a csávónak totál és megáll a géptetőn. Igen, akkor a másik is kijön, hogy most meneküljek, vagy megüssem, vagy mi legyen a következő. Jönnek a pályabírók, és mindenfélét csinálnak vele, és ami igazán az egésznek a lényege, kijön egy pályarendőr, fizikailag egy rendőr, mert már akkor annyira be van sokkolva, lesokkolja az egyik, azt, aki sokkolóval veszi ki a kocsiból. Tehát én még ilyet nem láttam. Nincsen jól a csávó. Hát ott képzelem, értem, hogy Fettel összeakadt most ezért, nem jött oda egy kicsit, és sokkolva szedik ki a kocsiból. Hát tiszta, ez csak Amerikában. Még esetleg Indiában meg ilyen helyeket nem tudom képzelni, hogy ez egy könnyen mennek viszonylag ezek. Civilizált ország, megbilincsülik, és úgy viszik el az autóversenyt. Hihetetlen. De ez érdemes megnézni tényleg. Igen, mert tepsi épségét azért itt elég csúnyán. Igen, szóval azért ez így... De az ugye a másik, ez most az elszenvedő fél volt. Nem. Aki csinálta, igen, tehát akinek elmentek teljes mértékig. Akkor durva. Ez itt én egy viszont általatú... említetted a Forma 1-et, gyorsan azt mondja, mondjuk el, hogy congratulation, hogy Sonkásovics megint megnyerte egy világbajnokságot, beérte a Fettelöcsit. Fettelöcsi viszont nagyon sportszerű volt, azt nagyon... Igen? Nagyon-nagyon, szépen is nyilatkozott, és mindjárt levezetőn ott. Mutatta, hogy... Hát, szerintem ezt ő már érezte, ennek nagyon-nagyon sok mindennek kellett nagyon beszélni. Nagyon sok mindenek össze kellett venni. Ádám volt az, aki azt mondta, hogy az a megint ott a hűző, megint a Verstappen, megint fújta fel magát szegényke, hogy én nem, abszolút azt nem tartom azt a manővert ott a Verstappen, gyönyörűen elment az első kanyarban. Szerintem ez most nem volt probléma. Ez egy nagyon-nagyon kemény helyzet volt, mert egy olyan kanyarban mentek be hárman, ahol láthatóan egy ember fér el, és ott még valahogy ketten kikeveredtek, és aztán ott össze-vissza rongyolgattak, egy kicsit összetörték magukat, de tulajdonképpen csak az elemek. Igen, itt szerintem ez most korrekt volt. Na, mi a következő? Már megint egy olyan, ez lóerős E30-as. De hát ez lóerős, annyi autó van ez lóerős már. Jó, de azért ez jó lesz. Múltkor volt egy 2-es Golf. Azt láttad? Melyik? Ez lóerős az is. Nem, valószínűleg egy másik golfosat mutattak most éppen valamikor, és ott egy magyar srác mutogatott valamit, és annyira az a rögtünk, hogy mennyire bénán vezet. Na mindent, hogy lehet, hogy behozom majd a műsor. Miksi Balázs küldte nekünk egyébként ezt a videót. Na hát akkor van mégis user content, látod? Igen, ezt az egyet, mert ez az előző műsorra visszautal, ahol ugye először 2700 lóerőset, majd aztán egy 1800 vagy 2000 lóerős. 2000 lóerős, de az 1800 köpcent is 4. Igen, akkor azért van az 1800, ez pedig csak egy vacakis 1000 lóerős akármi, de nagyon sokféle szögből, nagyon sokféle kameraállásból lehet megnézni azt, hogy egy régi E30-es BMW, hogy azt tegyük hozzá, hogy ez nem egy zsígúj gép. Azt kell mondjam egyébként, hogy ez ilyen kétélű fegyver, mert egy 180-200 lóerős autóval ugyanígy driftelni, az sokkal nehezebb. Sőt, egy 110 lóerős
ismerősem, mint a miénk, vagy enyém. Ez komoly gépészkedés. Óriás. De lehet egyébként vele, lehet nagyon szépen menni vele, úgyhogy. Lehet. Főleg a... Na, el sem mondom, mit csinált egyszer annak idén. Kicsoda, mi volt, hol? Na, a Hősök terén egyszer megérkezett. Mindegy, hagyjuk. Mert a Hősök terén gyakorlatilag az semmi, az egy kanyar körbe, úgy. Ez egy óriás driftpálya. Na, mindegy. Ugye snookeresről lesz szó. Snookeres, ez a saját kontentünk már megint. Igen, ez megint saját kontent, ez nem, egyszerűen nem hittem el, és nem értettem. Arról van szó, hogy ott fönt ugye a snookernek az egyik lényege, a snooker szó is maga azt jelzi, a snooker az a kvázi, ez a lehetetlen helyzetbe hozása az ellenfélnek, azaz a fehér golyót eltette a sárga mögé úgy, hogy neki pirosan nincs rálátása, tehát mindenképpen falat kell érintenie. És öreg professzor Higgins az, akinek ezt meg kell szenvednie. Aki nagyon ügyetlen csávó. Igen, abszolút. Na lássuk. Tik-tik-tik-tik, elment sajnos a piros mellett, és a barnáról, tehát nem csak egy hibát vétett, még a fehér is elment, tehát ez ciki. És ilyenkor a másik versenyzőnek van lehetősége vagy visszaállítatni az eredeti állapotot, és azt ilyenkor a bírók a felvételek alapján visszaállítják, és azt mondja, hogy a kis fehér kesztyűkkel. Igen, tessék, köcsi, tiéd a meló, próbáld meg újra. És ő ezt igényelte. Igen, és ezt igényelte, úgyhogy hogy szegény Higgins most még egyszer nekilódul. Jön a második felvonás, amikor ugye arra koncentrál, hogy a pirosokat mindenképpen eltalálja, eltalálja a barna golyót, és elment megint a fehér. Ez nem egy visszajátszás, ez a második alkalom. És akkor azt gondolnád, hogy már nincs hova. Tovább, igen. Megint visszaállítatják a pályát, az asztalt. Harmadik próbálkozás. És elmegy a fehér! Háromszor egymás után, gyerekek! Úgyhogy gyakorlatilag szerintem hősként vonult ki, itt mindenki megtapsolta. Igen, itt a harmadiknál szerintem ez már cél volt, hogy pontosan ugyanolyan legyen. Hát azért akkor is a néni kért, hogy ezt meg tudja csinálni két fal után. Elég gyönyörű. Tudod, nem tudom a pontos méretét a snookerpálynak, de a billiárd aztán annak a duplája. Hatalmas nagy, ugye végét nem kisebb golyókkal. Gyakorlatilag én egyszer próbáltam el játszani, és mondtam, hogy hagyjuk a francba. Tehát gyakorlatilag a fehéret nem találod el. Na és tehát, egyébként egyszer is visszaállítatja, és akkor vagy csak én vagyok nagyon béna. Szóval ez mármint, hogy eltalálja a pirosat, ugye? Igen, azt hiszem, tudod, már ott megcsinálja a pontját. Azt a... Na, emlékeztek még arra a videó, ide beteszem, remélem legalábbis, hogy nem felejtem el, amikor magunkból csináltunk, ott vannak a háttérben egyébként, ilyen 3D nyomtatással. 3D nyomtatással megcsináltak minket. Gram bácsi. Ez egyáltalán nem rossz, és itt ugye először beszkenneltek minket. Na de nézzetek meg ezt a videót, ebben egy Axl Rose, ugye a Guns N' Roses-nek az énekesét figurázzák meg, és hogy mennyire aprólékosan nulláról csinálja meg egyébként. És Freddie Mercury-t nem mondtuk be a múltkor, nem mutattuk már ugyanezt? De ő is van, de nekem Axl jobban tetszett a végeredmény. Jobban igen, az ki. A lényeg, hogy ez egy nagyon kézműves valami. És elképesztően ő festi ki, türelmes. Minden. Nézd meg milyen a körmét. Az újjak, igen. Eszméletlen mértékű apróságokat. Most, mintha nem így nézett volna ki Axl, szerintem nem. Ez kicsit gyurma györgyös. Kockás a kis kicsit gyurma györgyös hasikája, haját. Lekapta a Barbie-ról a frizurát. A tetkókat. Azt a... Szóval azért ez nagyon durva. Úgyhogy már van egy Slash figura is, és most mellé kapott egy Axl. És Slash éppen ott dedikálja neki. Igen. Le a kalappal a néni előtt. Nagyon durva, hogy lehet ilyeneket megcsinálni. Mennyire sziszi-fuszi. Nagyon ráérős. Órákig tartó kis küzdelmes munka. Igen. Nem lenne hozzá türelmem. Na, ilyen videókat meg képeket láttunk már. Kitalálták először réges-régen, azt hiszem Indiában volt, beraktam azt a videót is, ahol azt hiszem onnan jött az eredeti ötlet. Nagyon sok baleset volt a zebrán, és hogy jobban felhívják a figyelmét az autósoknak, hogy itt egy zebra van, megcsinálták, nézd meg! Rendes 3D zebra. 3D-ben kiemelkedik, és amikor mész arra felé, látod itt föntről, meg közelről, látod, hogy semmi köze a 3D-nek. Festés, ez föl van festve, és csak ugye pont abban a perspektívából látod. Pontosan, 3D-nek. Igen. Emlékszem, még gyerekkorunkban volt így, hogy ilyen nagyon hosszú betűk voltak. Abszolút, de most is így van. Csak így lehetett olvasni. Stop felirathoz, ami az autóból jónak tűnik, igen, és ilyen gigahosszú nagy betűk. Igen. Szóval, de ez nagyon jól néz ki, amikor megközelíted, akkor kicsit olyan érzésed van, mintha tényleg kőtömbök lennél, tehát óhatatlanul elengeded a gázt egy kicsit. Úristen, hopp. Ő szédülős egy kicsit, igen. Marha jól néz ki. Mint hogyha árnyék, ez jobb is, mint az indiai, mert itt ilyen lebegő kőtömböknek tűnnek tulajdonképpen a zebrák. Óhatatlanul magadtól. Nagyon-nagyon jó. Lassítasz. Projektorral lehet ilyeneket nagyon jókat csinálni, és azért csomó ilyen
ilyen megoldást láttam, például parkolóházba, hogy ha bejössz, és egy autó szintjében ki volt festve úgy, hogy össze-vissza a falakon, tehát ha közel néztél, értelmezhetetlen vonalak voltak, hogy up, meg down. Aha. Tök jól nézett ki. Itt ki volt írva, hogy up, down, és közben oldalról megnézted, és semmi. Na, itt az eredet egyébként, semmi, ezt is még ide raktam neked. Aha. Tehát ez volt, egy kicsit ez olyan... Ez gagyib, ez gagyib, egy kicsit indiai. De azért ez is látszik. Hát ezt valószínűleg kézen csináltak egyébként. Tehát így nem volt meg a háromdimenziós alkotás előtt. Tehát de és a motoros például biztos közte próbálná menni, mert úristen, rámegyek, ha neki megyek, felrobbanok, tök egyértelmű. Tök jó. Na, a mi végéhez kezdünk kérdezni, még egy van. Titanic Lego, ezt én raktam be, ez egy elmegyógyis intézet. És ez egy 11 éves srác, azt igen, hiszem, igen. Igen, hogy én ezt ebből így azt mondom, hogy hát, én kis piros, kék, zöldes, mi az Isten lesz be, jó, csinált egy ilyen nagy masszát, és akkor ebből... Az már valamit jelez, hogy ott van mellette a laptop, folyamatosan bizgerálja, hogy mit hova kell tenni. Szóval ez elég komolyan neki állt a srác. És akkor... Benne volt, hogy hány kilogram, vagy valami ilyesmi, jól emlékszem, hogy hány kockából épült? Az benne van, hogy hány kockából épült, valami eszeveszett sok. Eltekerek a végére, hoppa, nem a legesleg végébe, de... Szóval azért... Ez egy hello. Ez nagyon hello lett. Igen. Ez lehet. Hát ez nagyobb, úgy mint egy gyerek. Úgymond molyolni. Ez most lefekszik mellé gyakorlatilag szerintem. Szerintem 2 méteres modellnek tűnik nagyjából. Eszméletlen szép. Na, ez például hogy csinálta? Meg volt tervezve? Valaki megtervezte neki? Összerakta Lego összerakóban? Nem tudom. Nézzetek utána és mondjátok meg. Lássuk, jó? Nekünk is, mert én ezt most nem tudom. Mi csak híreket mondunk jelenleg. Így van. Még mindig. Tűzes, kukfumes. A legvégére ez egy ilyen, hát ez szerintem valami kamu biztos, hogy van benne. Mert hogy nem láttam. Alaptörténet szerint tüzet tudok árni, mert annyira a cheat, meg a nem tudom, még annyira műveli, és már ez 20 év tapasztalata kell, vagy 100, vagy nem tudom mennyi, tüzet csihol a szájával. Bevesz mindenfélét, megtömi magát gyakorlatilag valamilyen porral, hogy ez mi, azt nem tudom, meg egész biztos, hogy lehet itt olyanokat csinálgatni. Én gyerekkoromban rengeteget kísérleteztem, azt hiszem kálium permanganát, az ilyen igen. kis igen. Lila, sötét kis... kristályok, igen. És arra csepegtettél glicerint, akkor ilyen óriási tűzcsóvaként ilyen kis izéket lehet csinálni, gulákat csináltál, és akkor abból mint meg a magnézium a vizen, stb. Igen, de ez nagyon látványos volt, mert hogy mint egy tűzokádó kis vulkán öntötte ki magából ezért. Szóval ő nyilván rájátszik egy kicsit, valami kémiának kell lennie, ettől függetlenül ez berakja a szájába, tehát már bátor, valami. Bátor, úgy mondom. És egy idő után hát milyen bohózkodik, meg mindent csinál, és hagyjunk egy esélyt azért neki, hogy lehet, hogy itt valamit nem úgy csinál, ahogy mi gondoljuk, tehát hogy van benne földön kívüli rész is, de egész biztos, hogy valami kémia van, aztán a fülén keresztül kezdje el ezt az egészet. Végül is, az egyébként egy hogy is mondjam, igen, egy légtér. De azért van ott egy dobhártya, az ami van. A levegőt nem úgy engedi el. Hát, hogy neki nincs, neked egyébként sincs. Egyébként nekem van, csak luk van rajta, úgyhogy nekem meg tudom fújni az orram, akkor hallom, hogy... Ugye, hozok egy kis lisztet, próbáld ki. Szóval, hogy ez a mozdulat, ez már biztos a full kamú, tehát ő itt tüdőből csinálja. De ettől függetlenül a mutatványban biztos, hogy van valami. Már csak az, hogy bármi, ami tüzes, én ezt a számban egész biztosan nem venném be. És vannak ezek a jó kis izért trash videók, ahol próbálják, tudod, a meggyújtott italt meginni. Visszatüdőzés. És akkor benn marad, és látszik, hogy ég tovább. De nézd meg a végét is, mert itt nem csak arról van szó, hogy füstölni fog, hanem időnként nagyon durvani, amikor beindul a motor. Tudod, amivel izért a... Tehát ott meggyújtja a cigarettát fel. Tudod, amivel fémet vágnak? Mi a franc annak a neve? Az a vágó. Te vagy a lakatos, bakker. Lakatos? Tudod, életem, az oxigén palackból jön, az ízések állítják rajta. Ott tüzel az emberke. Szóval azért valamit egész biztos, hogy tud a csávó, mert én ezt közelemben nem engedném azt a tüzet, ami aztán. Leginkább bátor, ez tuti. A igen. Többi az biztos, hogy valami, látod, valami ki is vett. Szerintem ott van valami kis kémiai. Ja, de megy tovább a műsor. Igen. Akkor mégsem vagyunk kicsik. De ez a műsor már nem megy tovább, itt a vége. Hype-a.